árulja, a férjem házát árulja, árulja a Daduktát, mint tükörként, illetve a Hildát, mint kanapéként. Szörnyű. Ja. Mindjárt várjam. Énekeljed a Titanicot nekünk, kirékémen. Jó? Várjál, reklámodat lekapcsolom, mert nem fizetnek ezek egy forintot se itt. Jó? Titanic! Celine Dion! Rendben, hallgassuk, drága. Jó, ez a nagy kölgés, nem vagy te véletlen, meg fázva irénkém. Szép estét kívánok, doktor Unikormis Józsika. Mindjárt pillanat, bejönc. Itt a veszbátáló, Marihanna Rózáló, fullos, mint egy puszikecs, mutasd, mit tud meg ilyen. Itt a veszbátáló, Marihanna Rózáló, fullos, mint egy puszikecs, mutasd, mit tudsz meg ilyen. Jaj, forra vérem, Tavesz. Én nem fázom, magamat én felázom, hogy mi lesz, este majd meglátom, tép le rólam a ruhát, játsz egy kicsi malumát, baby. Yeah. Tép le rólam a ruhát, játsz egy kicsi malumát, érez az emeritmusát, hogy rázom én a bulát, tép le rólam a ruhát, játsz egy kicsi malumát, ja Istenem, viszem magammal a Dr. Unikormist fellépni, és ezt az alatt el fogjuk énekelni. Ő lesz a Maluma bébi. Istenem, mik vannak itt. Na, kérezkedjél be, Józsika. Hello, doktor. Úr. Gyere, léci. Várok szeretettel. Ugye az Armand volt itt délután, hát véget ért a... lemerült a teló, tehát nem tudtam továbbiakban beszélni vele, hát ismerjük, hogy milyen. Kicsit kibeszéltünk. Úgyhogy tudod nagyon jó, hogy milyen típus. Nagyon jó estét kívánok! Jó estéket! Jó estét! Ezért is akartam bejönni, mert megkaptam az infót, hogy az Armika járt itt. Nem is tudom művésznő, hogy miért áll levele még mindig beszélgetni, amikor tudja jól, hogy mikor egy napraforgó. Mit tudom én, beengedtem, aztán beszéltem vele. Hát igen, csak tudja... Engedtem, hogy Armand milyen csúnyán leoldott engem ugye az Ineznek a videójába. Hát... Csak igen. Hát igaza van, igen. Csak tudja az Armika mindig ott nyal, ahol épp akarni akar. Most én nálam ki van baszva. Azt mondjuk, hogy mindenek leordjátok, és kiközösítetek őt, és stb. Mondott. Uh-huh. Ön szerint az normális dolog volt, mikor indított egy live-ot, és azt híreztelte rólam, hogy pedofil vagyok? Jajajaj. Igen. Aha. Rólam is miket mondott. Na. Meg kellene kibocsánat. Hát figyeljen, de Armikának ebből volt ügye, és úgy láttam, hogy túl kevés összeget fizetett, és nem bír magával. Na értem. Uh-huh. Érti? Értem. Mert ugye az anyucikája akkor kihúzta a szarból, de nem biztos, hogy másodikra is sikerülni fog. Uh-huh.
Értem. Elmondom önnek, hogy mi a baj az Armikának. Nálam ki lett baszva. Már állandóan féltékenységi rohamot kapott. És most az lett neki a mániája, hogy bemegy live-okba, és akkor engem hord le mindennek. De a kis szemét, ő szívja a rövidebbet, mert mindenhonnan kibaszkodják. Hiába akarja azt elérni, hogy engem tiltsanak le. Érdekes módon ja, mégis őt basszák ki mindenhonnan. Persze. Jó, attól, hogy önné most engem szít, annak idején, meg amikor bejárt hozzám, meg én nálam magát szitta. Úgyhogy azért mondom, Armika akkor a napraforgó, hogy komolyan határban nincs olyan napraforgó kiállítás. Ja, lesz majd egy ilyen kibeszélősó. Amúgy majd elképzelhet, hogy valaki más fogja csinálni, tehát hasonló lesz, mint a Balázsó, akkor majd szeretettel várunk titeket. Rendben van, jönni fogunk. És akkor ott megbeszélitek. Én az Armikával nem akarok semmit már megbeszélni amúgy. Most megint próbál nyalni amúgy. Most megint próbál nyalni, de most nem lesz neki szerencséje. Én csak annyit mondok művésznő, hogy ne engedje be ide, mert nem tudhatni. Lehet, hogy ő trollkodott itt magával annyit, amióta TikTokon van. Mert én rám például múltkor... Ő azt mondja, hogy ki voltatok. Hát bizonyítsa be, hogy én voltam. Ő ellen sok bizonyíték van. Mert például kedden, mikor indítottam reggel live-ot, 10 felhasználó jött be az én képemmel, és az egyik rám itt privátba, hogy az Armika csinált egy csoportot, és ott biztatott fel embereket, hogy az én képemet rakják ki, és hogy jöjjenek be a live-ba. Akkor elkészült, hogy ő csinált az Áginak is ilyen mafia Ági állódat, és rejette Irkát? Armikáról minden elképzelhető. Nem mondom, hogy ő volt, de mindenre képes. Lehet, nem tudom. Nem azt mondom, hogy tiltsa le, mert figyeljen, fölösleges tiltani, mert egy percen belül másik fiókról bejönnek. Ne engedje be. Mármint, ha vendégkéremet akar kérni, ne engedje be. Ennyi. Köszönöm szépen. Hozzáteszem, még szerintem ez a beszédhibás Ludmilla, akit írogat, még lehet, hogy ez is az Armand. Értem. Nem tudom, ki lehet ez a beszédhibásod, Mila. Nem tudom. Nem lehet senkire ráfogni, jövő héten megyek amúgy a rendőrségre be. Én is próbálom leszedetni a YouTube-ról a dolgokat, meg itt is, hogy ugye 40 álloldal van, és nem mindegy, hogy én nekem beszerezték az ellenségeket, helyettem irkálnak az embereknek. És hagyja magát, figyelj, cselekedjen, és menjen. Menjen ketten, és akkor most az ilyenket is valamilyen Tárkány László zavarja, és a többi, meg engem is hirdetéseket tesz ki. Mondom, menjen be, intézkedjen, csak ne hétfőn menjen, nem, akkor kedden. Kedden lesz nyitva tartás akkor. Rendben. Ja, már ennyit szerettem volna, jó? Úgyhogy Armika, ha itt vagy üzen, vagy ide bejössz engem, igen, megint ócsárolni, 10 órakor várnak, jó? Egy bemutatóval. További szép estét. Vigyázzon magára, jó és... Szép estét. Ja, jók a videók, köszönöm szépen. Köszönöm, én is köszönöm, csok-csok. Szia, szia, puszi. Kelemes a svétot. Szia. Hát ez van, csak én. Ez van, most, na. Na, hát ez van. Hát jól van, Ludmilla, hát most mit csinálják, nem tudjuk, hogy ki vagy. Na, na, szia, Ági. Sziasztok, szép jó estét mindenkinek. Figyelj, Ludmilla, Esó, mondhatok egy pár szót Ludmillának? Igen. Figyelj, Ludmilla, én nem kötök bele senkibe, én nem bántok senkit. Ma voltam bent másik két live-ra.